angolai, kínai, ausztrál, kaza, ukrán, török, szlovén és osztrák zászlók sorakoznak az ablak előtt a Nyíregyházi Egyetemen. 2020-ban kezdődött az a nemzetközi esítési folyamat, amelyben megérkeztek az első olyan hallgatók, akik a magyart, mint idegen nyelvet kezdték tanulni. 21-ben tovább léptünk, és elindítottuk az angol nyelvű képzéseinket, amit bár egy kicsit a pandémia megtorpantott, de ennek ellenére jöttek hallgatók, és az, hogy ez egy népszerű dolog, azt jelzi, hogy egyre több hallgató jelentkezik. Vannak stipendium hungarikumos hallgatók, amit ugye a magyar állam támogat, vannak Erasmusos hallgatóink, és vannak önköltséges hallgatók. Az Európai Unió 2021 és 2027 között 26 milliárd eurót biztosít a felsőoktatási intézmények számára. Erre a forrásra pályázott a Nyíregyházi Egyetem is. Elnyerték az Erasmus Chartert, amelynek célja, hogy támogassák mind az oktatók, mind a hallgatók mobilitását. Ebben segít az új közösségi tér, az Erasmus Plus International Room. Ebben a közösségi térben tudnak a hallgatók ismerkedni, társasjátékestet tervezni, egymás nyelvét és kultúráját meg tudják irányított programokon keresztül ismerni. Korábban erre nem volt lehetőség, és bízunk benne, hogy az irányított programokkal, illetve saját maguktól is lesz kedvük betérni ide, megismerkedni az éppen itt tanuló külföldi hallgatóinkkal. Nagyon számítunk a hallgatói önkormányzati testület együttműködésére ebben, de természetesen a Nemzetközi Kapcsolatok Irodán is mindent meg fogunk azért tenni, hogy minél nagyobb kihasználtsággal működjön ez a közösségi tér. A jól ismert Adél dalt adta elő egy török és egy angolai hallgató a Nyíregyházi Egyetem új közösségi terében. Joana azt mondja, a magyar nyelv nagyon nehéz, de segítőkész tanárai vannak, és sok tanulással igyekszik tovább fejlődni. Tavalyi szeptember óta tanulok magyar nyelvet itt a Nyíregyházi Egyetemen. Nagyon jó érzem magamat, és nagyon jó tapasztalatom van, és a közösségi életem nagyon jó is. Ez a közösségi élet pedig ezentúl tovább pezseghet a Nyíregyházi Egyetem K13-as szobájában, amelyet egy pincéből alakítottak át modern, fiatalos térré.